A Kodály iskola diákjai méhes, mézes műsorukkal varázsoltak ünnepi hangulatot az új tornatermükbe. A mézes reggeli program országos központja ebben az esztendőben városunkban volt. A polgármester köszöntőjében az egészségvédelem fontosságáról beszélt, melyben a méz nélkülözhetetlen táplálék. Amikor a mai témánk a méz került terítékre, akkor megint csak az egészségről is beszélünk. Arról beszélünk, hogy a mai világban mennyire fontos a gasztronómia, mennyire fontos, hogy mit fogyasztunk, azt hogyan tesszük, és hogy az minőségi legyen. És ez a nap ennek az üzenete. És annak is az üzenete, ugye ez a kezdeményezés Szlovéniából indult még 2007-ből, és nagyon szép, hogy ehhez Magyarország is évről évre csatlakozik. Mézzel teljes az élet, és méhekkel teljes a világ, ezt már az agrárgazdasági miniszter mondta. Nagy István hozzátette, az élelmiszerboltokban minden hatodik termék előállításában nagy szerep jut a méhek munkájának, és ez azt jelenti, hogy ha nincsenek méhek, elpusztul a világ. A mézfogyasztás nem csak az egészségre van jótékony hatással, hanem a természet körforgása is elképzelhetetlen nélkülük. Ha nincsenek méhek, akkor nincs élelmiszer, akkor nincs gyümölcs, akkor a világ sokkal szegényebb lesz, sőt, el is pusztul. Ezért, amikor mézet fogyasztotok, nem csak megédesítitek az életeteket, hanem tesztek valamit teremtett világunk minőségének megőrzéséért. Az esemény keretén belül idén is országszerte közel 1000 helyszínen több mint 200 000 diák fogyaszthatta el a mézes reggelit.